Újra választották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár tagjait, a korábbi testület megbízatása ugyanis idén tavasszal lejárt. Az új bizottság kisebb létszámú, így hatékonyabban és rugalmasabban képes ülésezni és döntést hozni. Három új érték, a Szabos Néptánc Együttes, a Tarpai Citere Zenekar és a Beregdaróci Vászonvirág is bekerült a megyei értéktárba. Erről már az újonnan választott értéktár bizottság tagjai döntöttek legelső szeptemberi ülésükön, miután a bizottság taglétszáma az új kinevezéseket követően a korábbi 12-ről 7 főre csökkent. Az értéktár folyamatosan szervez kiállításokat, melyekkel nem csak a megyében élőkhöz, hanem az ország különböző részei mellett a határon túliakhoz is el akarják juttatni a helyi nevezetességeinket. A mostani három értékkel való bővülés után a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban már mintegy 38 helyi különlegesség vagy nevezetesség található. A bizottság számára egyébként bárki ajánlhat olyan értékeket, amelyek megyei kötődésűek. Erre az értéktár honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével van lehetőség. Köszöntöm a stúdióban Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár alelnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan is áll össze ez a bizottság, és miért volt szüksége arra, hogy lecsökkenjen a létszáma? Igen, a bizottságnak most járt le a 3 éves mandátuma. 12 fővel alakítottuk meg, és igyekeztünk olyan személyeket összeválogatni, akik valóban az értéktár munkához kapcsolódnak a társadalmi munkájuk révén, és ezt ki is hangsúlyoznám, hogy ez a bizottság egy abszolút társadalmi alapon létrehozott bizottság, itt semmilyen jövedelmező, semmilyen keresetet nem kapnak a bizottsági tagok, tehát még költségtérítés sem, tehát mindenki úgy végzi a munkáját, hogy ezt szívvel és lélekkel teszi. Innen nézve valóban indokolt, hogy minél kevesebben legyenek, hiszen nem olyan egyszerű összehangolni a munkájukat. Így van, és pontosan a tapasztalatok adták azt, hogy egy picit szűkítsük a bizottság létszámát, hogy egy picit rugalmasabban, gyakrabban ülésezve tudjunk eleget tenni annak az értékmentő munkának, amelyet felvállaltunk. Hogyan értékelhetjük azt, hogy már 38 érték gyűlt össze a megyei értéktárban, nem olyan hosszú idő alatt, hiszen nem túl régóta működnek? Így van, hát kétféleképpen értékelhetjük. Egyrészt örülünk neki, hogy ennyi érték van, másrészt pedig picit szomorúak vagyunk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy rengeteg olyan érték van még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelynek helye lenne a megyei értéktárban. Úgyhogy ezért most ezen a plénumon is szeretném kérni azokat, akik úgy gondolják, hogy a településükön, közösségekben vannak olyan értékek, nyugodtan tegyék meg a javaslataikat. Hiszen ez nagyon egyszerű módon megtehető. Egyrészt az értéktárbizottság honlapján is megtalálhatóak azok az egyszerű nyomtatványok, amelynek kitöltéséről az értéket lehet javasolni, és bízunk benne, hogy az értéktárbizottság pedig gyakran fog összeülni a beérkezett javaslatok alapján, rajtunk nem múlik, hogyha kell, akkor 2 hetente fogunk ülésezni, és bővítjük a megyei értékek listáját. Mi az utóélete egy ilyen megyei értéknek, és mi a cél azzal, hogy bekerüljön ebből, vagy felkerüljön erre a listára? Igen, a legutóbbi ülésen ugye 3 új értékkel bővült, amit itt hallhattunk a felvezetőben, és az értékeket valóban szeretnénk utána egy kicsit úgymond közvélemény részévé is tenni. Van már például egy vándorkiállításunk, amelyet már lényegében az egész megyében végigutaztattunk, sőt megyén kívül, sőt országhatáron kívül is eljutottunk már. Tehát igyekszünk olyan anyagokat készíteni, amellyel tudjuk népszerűsíteni azokat az értékeket, amelyek bekerülnek a megyei értéktárba. És emellett egyéb pályázati forrásokat is igyekszünk kihasználni. Megjelentettünk már kiadványokat, vannak olyan népszerűsítő elemeink, például brossúrák, vagy éppen olyan füzetecskék, amelyekkel szintén tudjuk reklámozni egyrészt az értékvédő munkát, másrészt pedig már az értéktárban levő értékeket. És most is van egy nyertes pályázatunk, amit a Földművelődési Minisztérium írt ki. Ez a nyertes pályázat pedig egy vetélkedőt valósít majd meg reményeink szerint az elkövetkezendő hónapokban, amely középiskolások, illetve általános iskolások felső tagozatai részére lesznek meghirdetve, 4 fős csapatok jelentkezhetnek, és hát kifejezetten a hungarikumok és a megyei értékek köré rendeződnek majd a kérdések, feladatok. Bízunk benne, hogy ez a vetélkedő is pont a fiatalabb korosztályt megcélozva eléri majd azt a célt, amelyet szeretnénk megvalósítani, hogy ez a hétköznapok részévé váljon, nem csak az elhivatottak részére, hanem valóban a felnövekvő generáció részére is. Vannak-e már arra jó példák, hogy mondjuk egy ilyen érték szinte önálló életre kell, és mondjuk turisztikai termék lesz belőle? Hogyne, rengeteg jó példa van, hál' Istennek, és itt már korábban is elhangzott például a középkori templomok
útja, illetve az ahhoz kapcsolódó különböző programok, hát a megyei értéktárnak is részei, a Szatmári és a Beregi középkori templomok, és úgy gondolom, hogy ez a brand, ez már valóban egy élő és önállóan működő történet. Emellett pedig vannak olyan élő hagyományok, vagy életben tartott hagyományok, például akár a néptánc együttesek másrészt, vagy hogyha most megemlíthetem például a Beregdalóci vászonvirágot, amely a kender feldolgozásnak a folyamatára épülve hozott létre olyan terméket, amely egy modern változatban az iparművészetet és a hagyományokat úgy viszi át a hétköznapokba, hogy azzal valóban már akár egy modern konyhának a dísze is, vagy egy modern szobának a dísze is lehet, és szinte észrevétlenül csempészünk népművészetet a lakásokba, otthonokba. Alelnök úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és sikeres munkát kívánunk a megújult bizottságnak. Köszönjük szépen!